Szeretettel köszöntjük Önöket a mai sztár vendégeit, a világhírű Trambulino nemzetközi artista csoport, a 44. Monte Carlói Cirkusz Fesztivál Aranybohóc díjas csoportja, életveszélyes világszámát hoztak, valamint a Cirkusz Fesztivál két főlindőjét, Orsolya monacói hercegnőt és újdonsült férjét, Norbert monacói herceget. Szóljon nekik a taps! Szóljon nekik a taps! Most pedig következzenek a csoport tagjai! Az Alpok csúcsainak meghódítója, a francia hegymászó, Le Potjan, tapsot neki! A kongói fotóművész, a Playboy címlap fotósa, Tekints a Vakunda! A görög főpincér, Ambrosz Tisztapot, egyenesen Kréta-szigetéről, a Szaraposz tétteremből. És végül, de nem utolsó sorban, a mané sztárja, aki egyben a csapat menedzsere is, a spanyol López de Futasztán. A Cirkusz Fesztivál fő támogatója, a Holland Bankár, Stex van Bőven. Világszámát látták! Nagy tapsot nekik! Most pedig kérném szépen a hölgyeket! Kérném a hölgyeket a táncparketre, kedves mennyasszonyunk vezényletével. Tehát a hölgyeket kérném! Tehát arra kérjük a hölgyeket, hogy álljanak
félkör alakba, vagy így szembe a násznéppel. De még hölgyeket kérnék. Anikó, Anikó is. Így van. És ha... Oké. Hossi, meg van mindenki? Jó. Akkor ha a hölgyek felismerik a zenét, akkor a urak nagy tapssal való biztatása mellett járják rá a táncot. Indul a zene! Köszönjük szépen, nagyon szuper volt! Igazán megbújt fel, magasra lakták a lécet a hölgyek, tehát azért nagyszerű, egy legény már talpon van. Kérnék legényeket! Legényeket kérnénk! Csabi! Így van, tehát nem lehet cserbe hagyni a hölgyeket. Így van. Így a legényeket, itt is ül még. Gyere. Nagyszerű! Aki férfi embernek érzi magát, kapjon a lába közé, és jöjjön ki a táncparkettre. Nagyszerű. És akkor legények, szintén, ha megismerjük a táncot, felismerjük, akkor a lépéseit próbáljuk meg mi is bemutatni a hölgyeknek. Tehát akkor, hadd szóljon! Micsoda lépés kombináció! Hey!
és akkor maradjatok itt a táncparketten, és kérnénk a hölgyeket vissza, ugyanis páros tánc fog következni, tehát mindenki jöjjön vissza a hölgyek közül. Tehát kérném vissza a hölgyeket is, az urakat, és ismét elindul egy zene, ha felismerjük, akkor kezdhetjük. Itt van mindenki? Nyújtsa fel a kezét, aki nem jött meg. Nagyszerű. Oké. Mehet. Akkor hadd szóljon. Nagyszerű. És amíg zenészei nem jönnek vissza, hát felőlem mit csinálunk? Jaj, bocsánat, tessék elaludni. Jó, nagyszerű. Nem tudom, ifjú párunkat játszhatjuk egy kicsit? Persze. Nem vészes, ez a Mr. és Mrs. Tehát egymásnak háttal lennének egy széken, ha benne vagytok. És mind a kettőtöknek lenne egy mennyasszony cipő, meg egy vőlegény cipő a kezében. És jó, két széket, nagyszerű. Akkor arra kérném kedves mennyasszonyunkat, vőlegényünket, hogy foglaljanak helyet egymásnak háttal. És vegyék le a cipőjüket, és cseréljék el úgy, hogy mind a kettőjük kezében legyen egy mennyasszony cipő és egy vőlegény cipő. Mi? Köszönöm.
Így van, tehát felemás cipő legyen a kezetekbe, legyen egy vőlegény cipő, és legyen egy menyasszony cipő a kezetekbe. A következő másodpercekben kérdéseket fogok feltenni. A feladat a következő lenne, nagyszerű, a feladat a következő lesz, hogy akire vonatkozik a kérdésre adott válasz, annak a cipőjét lendítsük a magasba. Tehát, hogy ki főz jobban, ha a menyasszony, akkor a menyasszony cipő, a vőlegény, vőlegény cipő. Akkor jár a pont, ha közösen egyforma cipő lendül a magasba. A tisztelt násznépet pedig megkérném, hogy számolják a pontokat, jó? Na, akkor nézzük. Első, figyeljetek, mert ez nagyon fontos. Kinek jött először az az ötlete, hogy összeházasodjatok? Máshogy emlékeztetek, nem baj? Egyből hány pont? Hú, de szigorúan ászni. Figyeljetek, figyeljetek. Na, figyeljetek. Most már tényleg. Második. Ki kezdeményezte az első csókot? Nagyszerű, Orsi! Orsi, ezt fogadjuk el, így van. Fogadjuk. Ki szavaz arra, hogy fogadjuk el? Jó, elfogadjuk, oké. Kettőből egy. Harmadik jön. Melyik őtök a sportosabb? Norbi! Nagyszerű! Zúgjon! Háromból mennyi? Háromból kettő. Jó, jön a negyedik. Ki hordja nálatok a nadrágot? Négyből hány pont? Kettő. Ne legyünk ilyen szigorúak. Ötödik. Figyelj. Ki mosogat gyakrabban? Várjál már valamit, nyújtsál Norbi! Ötből mennyi? Ötből kettő, figyelj, akkor most melyikőtök szeretne még egyszer előbb gyereket? Hatból? Kettő. Na jó, akkor most már akkor tényleg. Ez eddig volt a bemelegítés, hatból kettő, jön a hetedik, figyeljetek. Ki tölt el több időt a fürdőszobában? 8-ból? 2. Ne adjunk egy biztató pontot? Hogy... Van, aki azt mondja... Na, itt vannak szigorúak is. 8-ból 2. 8. Figyelj! Melyik őtök akar először békülni egy veszekedés után? Zúg a taps! Kérem! 8-ból 3. Igaz? 8-ból 3. Nagyon jó. Menjünk tovább. Nagyon jó, most már belejövünk. 9. Figyelj, melyikőtök a bújósabb? Fehér! 9-ből? 3? 3, figyelj, megyünk tovább. 10. Ki a kitartóbb az ágyban? Nagyszerű! Hamburkán, így van! 10-ből? 4, akkor nagyszerű, figyelj, 11. 50, áh nem. 11. Ki fog jobban meghízni a következő 5 évben? 11-ből? 5, nagyon jó, megyünk tovább. 12. Melyik őtök a kényelmesebb? Tizenkettőből? 5. Figyelj! 13. Ki a sértődékenyebb? Nagyszerű! 13-ból? 6. Nagyon jó! Menjünk tovább! 14. Ki kezeli a családi kasszát? Nagyon jó! 14-ből? 7. Nagyon jó! Így van, 15. figyelj, ki a jobb autóvezető? Pont, zúg a hangorkán és a tapsvihar. Nagyon jó, 15-ből? 8. Na nézzük akkor a kiértékelést. 0-tól 5-ig egy kapcsolat
viharos, de ez nem rájuk vonatkozik, igaz? 6-tól 7-ig, egy év nehézkes, de majd belejönnek. Ez se rájuk vonatkozik. Figyelj, 8-tól 15-ig, ideális partnerek, aranyesküvő a láthatáron, nagy taps, így zúgjon a taps és a hangorkán. Szuper! Nagyszerű! Ennyi? Kérdezi Norbi, ennyi? Hát én tudok még játszatni. Jó, ebben a játékban ennyi. Ebben a játékban ennyi. Csináljunk még játékot, vagy? Hát Norbinak játékot. Oké. Okay. Jó, Norbinak. Akkor kérnék szépen egy... János. János, kérnék szépen nyakkendőt. És kérnék szépen ide 6 széket. Feladat a következő lenne. Menyasszonyunk vezetésével, ja, bocs, akkor először is hatástalanítjuk Norbinak az egyik érzékszervét. Az maradhat, mert az szükség lesz rá. A Norbinak a szemét kössük be a Norbi szemét, úgy, hogy ne lásson, tehát... Igen, tehát ne lásson. Nagyszerű. Nagyszerű. Még szerintem hozhatunk vagy egy széket. Még egyet, srácok, lányok, fiúk, egy szék. Kérjük szépen. Jó, majd én fogni fogom a Norbi kezét, hogy elnássák, tényleg, mert ez nagyon veszélyes játék lesz. Akkor kérnék szépen hölgyeket, hogy üljenek le a székre, menyasszonyunk is legyen köztük, hölgyeket. Így van, hölgyeket is kérünk. Hölgyeket. Elsősorban hölgyeket. Pulcsin. Nagyszerű. Hölgyek. Így van. Tehát hölgyeket kérünk. Még egy hölgyet kérnék. Mert... Oké, nagyszerű. Nagyszerű. És most az lenne a feladat, hogy... Norbi, csak így, hogy elnássunk, egy akadályon vannak közben. Hogy tűrjük fel a szoknyánkat térdig. És akkor bokától felfelé térdig mehet a Norbi. Tehát én odarakom a bokához a kezét, és térdig mehet föl, és az itt jelenlévő 9 hölgy közül fel kell ismerni a szíve választottját. Jó? Hölgyek, kész vagytok? Mindenki a szoknyát? Oké, óvatosan a szoknyát. Jó, mert hogy nehogy sokat lássanak. Oké. Na akkor az első lábhoz viszem is a Norbit, és akkor bokától, várja, bokát majd én rakom, nehogy. És akkor nézzük Norbit, nézzük. Oké, és fel térdig mehetsz fel. Két kézzel is mehetsz. Mondja, erősíts meg. Nem az. Gyerünk akkor a másik. Ez egy macska volt, várjál. Norbi, akkor ide. Hölgyetlen csak bokától tőlek, hogy... Ez is egy macska.
Azt mondja, ez is egy macska kan. Na, akkor nézzük következő hölgy. Igen, ott. Őse. Ja. Nehogy ne találd már meg. Nézzük, várjál, fejjel. Jó, tovább. Ennyire válogatós ez a Norbi, nem? Nézzük akkor. Az meg. Hasonlít, de nem az. Jó, akkor megyünk még egy kört. Várjál, Norbi, gyere velem, mert közben volt egy helycsere. Oké. Megyünk még egy kört. Óvatosan, Norbi, óvatosan, oké. Jó. Na, akkor. Így. Nem az. Hasonlítva. Akkor. És se az? Hárman vannak. Aha. Szerintem megvan. Várjál, ezt meg kell vállalni. Tehát csak ha azt mondja Norbi, hogy megvan, akkor meg kell csókolni. Tehát meg mered csókolni? Legalább nem volt még elég van. Akkor... Csókol! Akkor próbáljuk meg. Csókol! 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 Nagy tapsot kérnék az ifjú párnak! Megtalálta a szíve választottját, és páros életükhöz páratlan boldogságot kívánjunk! Lesz még tavasz, lesz még nyár! Éljen az új ifjú pár, tapsot neki!
Thank you.